A magyarországi németek országos önkormányzata kezdeményezte, és a Németországi Szövetségi Köztársaság belügyminisztériumának támogatásával valósítja meg a német nemzetiségi tanösvényhálózat létrehozását. A néhány száz méter hosszú tematikus utak rendkívül népszerűek, és egyre több település vállalja helyi értékei bemutatását tanösvénytáblákon, interaktív elemeken és kísérőfüzetek segítségével egyfajta látványosságként. A pécsváradi német nemzetiségi tanösvényt karácsony előtt adták át a nagy közönségnek. Egyrészt látványosság, igen, de egyébként egy identitás megőrző momentum. A magyarországi németek országos önkormányzata kezdeményezésére indult 2016-ban. Most már tanösvény mozgalomnak is hívjuk. Az eredeti ötlet azonnan indult, hogy az országos önkormányzat kidolgozott egy oktatási nevelési stratégiát, és annak kapcsán gondolkodtunk azon, hogy mi lenne az, ami azt mutatná be, hogy egy adott településen a németség élete hogy alakult, illetve hogy lehet azt bemutatni, hogy a fiataloktól az idősebbekig mindenki részesül ebben a, hát nem csak látványosságban, hanem a munkában is, amikor felállítják ezt a tanösvényt. És akkor a Német Belügyminisztérium támogatásra érdemesnek találta a projektünket, és azóta ők támogatják, évente kettő, illetve volt már, hogy három tanösvény is alakult, és tulajdonképpen kultúra megőrző, ez a legfontosabb eleme, amellett, hogy aztán nyilván turisztikai látványosság is, de az is arra hívja fel a figyelmet, hogy az adott településen évszázadok óta német nemzetiség él. Fontos számunkra az, hogy az adott település németségét mutassa be mindig a tanösvény, tehát nem klisét, nem általánosságokat, hanem kimondottan, ami arra a településre jellemző. Egy vidéki kisváros, ez a címe a pécsváradi német tanösvénynek. A települést azt teszi egyedivé, hogy a helyi németség nem homogén, hiszen több mint 800 éve létezik, és újra és újra hatással voltak rá az újonnan betelepültek. Pécsváradon tudom elmondani, és azt tudatosítani mindenkibe, aki most minket néz, hogy a hazai németek ugyan tömegesen a török világ után érkeztek, de Pécsvárad a bizonyítéka annak, amit szintén mindig hangsúlyozok, hogy az egész magyar államiság kezdete óta a német ajkúak együtt érnek a magyar ajkúakkal. Ugye Pécsen itt már az államatapítás időszakában létrejön a bencés monostor, ami akkor egy hiteles hely volt. Magyar mostani fogalmak szerint azt mondhatnám, hogy a térségnek ez volt a gazdasági és a közigazgatási központja. Amikor István elkezdi az államszervezést, vagy folytatja apjának az államszervezését, akkor olyanokra épít, akiknek ebbe tudásuk van. És ezek általában nyugatról németül beszélők, német nyelvterületről érkezők voltak, és ők már Pécsvárad térségében akkor megtelepedtek, tehát körülbelül jó ezer évvel ezelőtt. Az a hely az ezért fontos, mert itt lehet tudatosítani azt, hogy az államiság kezdete óta a hazai németek a magyarokkal együtt élnek, és építik ezt az országot, ez nagyon fontos. Pécsváradon a német nemzetiségi tanösvény a városban működő intézmények és civil szervezetek összefogásával, valamint önkéntesek munkája révén valósult meg. Ez volt számunkra az elsődleges cél, hogy egy kicsit összefogjuk a közösséget, kicsit megmozgassuk, előássuk azokat az emlékeket, amiket lehet, hogy csak családi eseményként őriznek, de tulajdonképpen az egész közösség számára példaként szolgálhatnak, vagy legalábbis érdemes megőrizni. Nagyon-nagyon sok fényképet, fotót, történetet, javaslatot, inspirációt kaptunk a helyi lakosoktól. Van ugye Pécsváradon egy német barátsági egyesület, a Német Klub, mi csak így emlegetjük magunk között, és az egy nagyon jó forrás volt az, vagy egy olyan közösség, ahonnan tényleg, tehát ahol közvetlenül meg tudtuk szólítani az embereket. 7 állomása van a tanösvényünknek. Alapvetően azokat az okokat és eseményeket gyűjtöttük össze, amiért tartósan vagy csak ideglenesen németek és természetesen más nemzetiségűek is érkeztek Pécsváradra, és ezeket különböző installációs elemek egészítik ki, ahol egy kicsit memóriatáblával lehet játszani, van, ahol hanganyagot lehet meghallgatni, tehát egy zene szólal meg, van, ahol egy óriási térképen lehet nyomon követni, hogy honnan kerültek Pécsváradra a mai itt élő német nemzetiségű családok, illetve minden táblánkon van egy QR-kóddal elérhető hanganyag, ahol viszont személyes történeteket lehet német,
70 magyar nyelven meghallgatni. Lehet, hogy nem ezt kellene elsősorban kiemelni, de én alapvetően a pécsváradiaknak szánom, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ismerettel, tapasztalattal, történettel gazdagodhatnak, hogyha alaposan végigjárják, és abban bízom, hogy ez további inspirációt ad arra, hogy érdemes ezeket a kis családi történeteket megörökíteni és megőrizni a jövő számára, de nagyon nagy szeretettel várunk közelről, távolról mindenkit, akit érdekel a tematika, vagy egyszerűen csak turistaként látogat a mi városunkba. Pécsváradon a helyi németség nyelvjárása, viselete, hagyományai nem egységesek, és sosem voltak azok. A helyi élet meghatározó szereplői voltak a kézművesek és a hivatalnokok, és Pécsvárad kistérségi központként mindig is jelentős hatással volt a környező falvakra, miközben azok is folyamatosan alakították magát a kisvárost. A tanösvény tematikáját ezek a jellegzetességek adják. Minden, ami Pécsváradon történt, az hatással volt a zengő aljára, a zengő környékére is.